A mai videóban elugrunk egyet edzeni, mert képzeljétek, kiderült, hogy a nyereményjáték nyertese Luca itt lakik a közelben, úgyhogy személyesen át tudom neki adni az ajándékcsomagot, ami szuper, és ezt egybe fogjuk kötni egy jó kis hátedzéssel, amit szintén felveszek nektek videóra. Egyébként ma van december 1-e, úgyhogy végre kibonthatjuk az első kis ablakot az adventi kalendáriumban, és ugye a nyereményjáték csomagban is volt egy ilyen kalendárium, úgyhogy együtt fogjuk kibontani az elsőt Lucával. Jaj, na, képzeljétek! Ugye már láttátok, hogy összeszereltem közben a kis adventi koszorút, még ki kell találnom, hogy ide a közepében mit teszek, mert ez így, hát, nagyon barna, meg úgy olyan üres. Viszont hazahoztam tegnap a kis amarilliszemet, és így néz már ki, mindjárt ki fog nyílni, nagyon várom. Ezt a kis amarilliszt már láthattátok az Instagramon, egy kollégámtól kaptam, és nagyon picike volt, és nagyon hirtelen hamar megnőtt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy hazahozom a hétvégére, mert nem akarok lemaradni arról, hogy kinyílik, és nézzétek, milyen szép. Úgyhogy most itt kapott helyet az adventi koszorú mellett, nagyon kedves, és az Instán tegnap megkérdeztem tőletek, hogy mi legyen a neve. Nagyon sok jó kis ötlet érkezett. Nekem eddig a Brünnhilda tetszik a legjobban, és a Rügyi. Úgyhogy vagy Brünnhilda, vagy pedig Rügyi lesz a neve, és akkor lehet Rügyikének beszézni. Na, de a lényeg, hogy most elindulok, mert az autóm még a szerelőnél van, úgyhogy gyorsan edzés előtt elugrok érte. Aztán pedig zúzunk a City Fitnessbe, utána elmegyek a Tesco-ba. Holnap pedig december első vasárnapja lesz, ami azt jelenti, hogy végre meggyújthatjuk az első kis gyertyát az adventi koszorún. Most nagyon-nagyon élem a karácsonyi hangulatot, úgyhogy ez is egy ilyen kis kedves vlog lesz. Lehet, hogy ma még egy kis mini karácsonyfát is fogok venni. Meglátjuk. Na, menjünk. Hello! Itt vagyok a teremben, és Lucával fogok egyet edzeni. Ő az, aki megnyerte a MyProtein nyereményjáték ajándékcsomagot. Hi! Szia, Luca! Hellóka! Lucával most fogunk egy nagyon jót hátazni, mert egyébként kiderült, hogy itt lakik a környéken, úgyhogy át tudott jönni a nyereményért, és most ezt ötvözzük egy jó kis hátedzéssel. Luca! Meghalás! Fogadd szeretettel a kis ajándékot! Köszönöm szépen! Ja, meg itt a táska! Remélem, tetteni fog, használd egészséggel! Jó. Na, megyünk, hátazunk! Ez az én nagyobb. You can say I haven't tried to cross the screen.
coming back to you. Na, kész vagyunk, végeztünk az edzéssel, nagyon ügyes volt Luca. Fogunk még mindenképpen együtt edzeni, majd lábazunk egyet. Most pedig megyünk és kibontjuk az első aplekocskát az advent kalendáriumon. Jaj, de szép! Oh. Még én se láttam élőben. Nagyon kedves. Jaj, de kedves! Végeztünk is az edzéssel, nagyon kedves Luca, nagyon örülök, hogy ilyen közel lakik, és így személyesen tudtam neki átadni a nyereményjátékot. Tök jót edzettünk, fogunk még együtt edzeni, úgyhogy ja, most pedig beugrok a Tesco-ba, mert vennem kell egy-két dolgot otthonra, ilyen tisztítószert, meg kaját, meg hasonlókat. Hát egy kicsit több cuccot vettem, mint akartam, de mindegy. Megvettem minden szükséges dolgot, meg vettem kaját, és felszereltem az autómat ilyen kis illatosítóval, karácsony illata van, nagyon jó ilyen fahéjas almás. Vettem hármat, ebből kettőt már fel is raktam, meg egyet majd szerintem hétfőn, amikor megyek Pestre, hogy jó illat legyen odafele. Aztán most állok neki a hétvégi teendőknek, most nagyon sokat kell dolgoznom itthon hétvégén. Úgyhogy étrendezés, stb. Meglátjuk, hogy alakul a nap. Képzeljétek, megvettem a karácsonyfát, vettem egy kis műfenyőt a Tesco-ban, le volt árazva, ez 122 centis, és 3000 forintba került. Megvettem még egy ilyen kis 60 centiset is, ezen ilyen kis bogyók is vannak, meg kis hó. 1500 körülre volt leárazva. A nagyobbat berakom a nappaliba majd, a kisebb pedig megy a szobámba, hogy mindenhol jó kis karácsonyi hangulat legyen. Olyan jó kedvem van, most nagyon-nagyon érzem ezt az egész hangulatot. Na, mutatok egy-két dolgot, hogy miket vettem. Na! Az első dolgon röhögni fogtok, de muszáj megmutatnom, mert valahogy WC papírról soha senki nem beszél a YouTube-on. Ez a Tesco-s WC papír, se a vaj illatú. Gyerekek, ebből berakok hármat a WC-be, és olyan jó illat van, hogy nem is kell illatosító, úgyhogy ezt ajánlom mindenképpen. Vettem mandulatejet, le volt árazva 600 forintra a Joya, míg Linda barátnőm hívta fel ezekre a gabonapelyhekre a figyelmet az Instagramon. Képzeljétek el, hogy ezek a Cornexi gabonapelyhek teljes kiörlésűek, és édesítőszer hozzáadásával készültek, tehát nincsen bennük hozzáadott cukor. Van benne zappehelyliszt, rizsliszt, tönkölybúzadara, hajdinaliszt, meg ilyesmi dolgok, úgyhogy ezek szuper kis helyettesítők, hogyha valaki nagyon-nagyon szereti a gabonapelyhet, meg ezzel tök jó megszórni egyébként az apkását is. Vettem most egy ilyen vaza rozslapot, oka nincs, hogy miért vettem meg, most egy kicsit kenyér helyett valami mást akarok enni, mert egyébként, ha a Tesco-ba megyek, akkor ezt a kenyeret szoktam venni, ez egy ilyen rostban gazdag toast kenyér, csökkentett szénhidrát tartalommal, 33 g-ban, 100 g-ban, úgyhogy ez teljesen jó reggelire vagy edzés előttire. Vettem egy darált pulykát, ezt holnap akarom megcsinálni valami ebédre, és ezt figyeljétek, ez a lila burgonya le volt árazva 200 forintra, ugye a sárgás részlegen találtam. Még soha nem csináltam lila krumplit, anya már vett egyszer, de nem kóstoltam meg, elvileg olyasmi íze van, mint az édes burgonyának. Paradicsom, meg amikor pulykameles sonkát vagy csirkemeles sonkát veszek, akkor általában az FF márkát szoktam választani a Tesco-ban, vagy pedig ugye a Lidl-ben veszek. Meg most vettem egy mascarpone-t, ez sima mascarpone, bár kevesebb benne a zsír, 100 g-ban, 25 g-ban, a szarvasiban meg 44, ha jól emlékszem. Ebből csak ilyen kis krémet fogok csinálni, egy kis natúrjoghurttal összekeverem, meg beleszórom a gabonapelyhet, meg ízesítem ilyen MyProtein fehér csokis Fluff Drops-szal. Nagyon finom kis krém túró jellegű desszertet lehet belőle készíteni. Úgyhogy ennyi. Még vettem egy-két cuccot, de azok nem lényegesek.
Na, közben, de fáradt. Egész délután a gép előtt ültem, úgyhogy most gyorsan megfürödtem, aztán be is kucorogtam a kis vanzimba. Most egyébként azt látom ki, hogy kicsit rövidebb ilyen 10-15 perces videókat fogok készíteni nektek, hogy minél többet fel tudjak tölteni decemberben, mert ugye ilyenkor van a Vlogmas is, amikor a youtuberek minden nap feltöltenek egy videót. Nekem erre sajnos időm nincsen, viszont megteszek minden tőlem tehetőt, hogy a lehető legtöbb vlogot fel tudjam tölteni nektek. Egyébként novemberben rendeltem egy csomó dolgot az AliExpressről, mert 11-én mindig óriási leárazások vannak az AliExpressen. El is kezdtek szépen lassan megérkezni a csomagok, és tök jó, mert mindig elfelejtem, hogy mit rendeltem, úgyhogy ez általában zsákba macska. Természetesen nem az enyém az első csomag, ami megérkezett. Ezt az unokahúgomnak rendeltem, egy kis telefontok. Egyébként én nagyon szeretem az AliExpress, egy csomó tök jó kis dolgot találtam most így karácsonyi szezonra is, úgyhogy remélem, hogy ide érnek még karácsony előtt a cuccok. Na de a lényeg, hogy azt láttam ki, hogy minden videóban megpróbálok nektek valami kis tippet adni, vagy valami izgalmas dolgot mutatni, ami az ünnepekkel kapcsolatos, úgyhogy a mai videó sem maradhat enélkül. Most készíteni fogunk egy nagyon jó kis fahéjas, fehérjes forró csokit, mert ezt kívántam meg így este 11-kor. Nagyon szeretem a forró italokat ilyenkor télen, és szeretek tök jó kis dolgokat kitalálni, úgyhogy most meglátjuk, mi van a szekrényben, és összedugunk egy nagyon finom forró csokit. Ezek tök jó kis rávezető dolgok, hogyha esetleg még nem ért volna a titeket utol a karácsonyi hangulat. És remek vendégvárok is, vagy akár egy közös családi program keretében is el lehet készíteni különböző forró csoki variációkat, úgyhogy kezdjünk is neki. Nálam is vettem az összes hozzávalót, ami hirtelen eszembe jutott. Először is egy kis mandula tejben kikeverek fél adag brownis fehérjét. Elkezdek forralni egy kis vizet, amivel összekeverem a fehérjémet. Most már jó meleg, úgyhogy lejjebb vettem közepes hőfokra, és bele fogom rakni a San Birano Gold csoki pasztilláimat. Ezek szépen elkezdenek elolvadni. Folyamatosan kevergetem, hogy ne égjen oda. Közben adok hozzá egy kanál 1-4 édesítőt, és egy kis fahéjat. Megöntözöm egy kis fehér csokis MyProtein Fluff Drops-szal. Addig kevergetem, még az egész jól össze nem rottyan. Aztán, hogyha elkészültem vele, akkor beleöntöm ebbe a nagyon kedves karácsonyi kis bögrébe. Majd felöntöm a maradék mandula teljes fehérjével. Meghintem egy kis fahéjjal, és kidíszítem a tetejét egy kis kakaobabbal, és pár szem kókuszcsipszel. Voilà! Na ennyi lett volna ez a mai videó, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő vlogban, amiben sütögetni fogunk, illetve megmutatom, hogy áll eddig a karácsonyi dekoráció. Sziasztok!